Az ír családok egészsége egyre romlik. Sorozatunkban 6 olyan családot mutatunk be, akiknek drasztikus életmódváltásra van szükségük, és orvosi szakértőink veszik őket górcső alá. Dr. Sinéad Byrne javítani akarja a nemzet egészségét. A krónikus betegségek előfordulása megelőzéssel csökkenthető, ami otthon kezdődik. A fitness szakértő Nayel Moyna professzor küldetése mozgásba lendíteni az országot. Ha csak nem változtatjuk meg radikálisan gyermekeink életmódját, akkor ők lesznek az első olyan nemzedék, amelyik nem éli túl a szüleit. Dr. Nina Burns hisz abban, hogy a családok vegyék át az irányítást egészségük érdekében. Nem orvosok kellenek, hanem egészséges életmód. A táplálkozási szakértő Daniel Davy az étkezési szokások átalakításán munkálkodik. Nem becsülhetjük alá a megfelelő táplálkozás értékét. Egy hét vizsgálat és megfigyelés felfedi a valódi problémákat. A fájdalmaim miatt attól félek, hogy szívrohamom lesz. A rideg tényeket a konzultációs szobában tárják fel. Tolószékbe is kerülhet. A családoknak 8 hete van a változtatásra. Ez az! Jó munka! Ez az! Büszke vagyok rád! Életük kihívásával állnak szemben. Ez borzalmas. Nem veszted eléggé komolyan a dolgokat. A változásban orvoscsapatunk segít nekik. Az orvosházhoz jön. Ezúttal Angela és David Briggs állnak vizsgálat alatt, valamint gyermekeik, a 19 éves Anthony, a 13 éves Nathan és a 11 éves Tyra. A Briggs család nagyon szeret nassolni. Chips, magyaró, Doritos, Pringles. Mindet szeretem, és eszem is folyamatosan. Gyakran a gyerekekre fogom, hogy ők ették meg. És utána döbbenek rá, hogy igenis én voltam. Angela a sós nasikat szereti, David pedig édes szájú. Csoki, keksz, néha chips. Megeszem, ami csak kéznél van. Úgy tűnik, hogy a gyerekek is róluk vesznek példát. Ha Tyra éhes, akkor nem szendvicset kér, hanem kivesz egy zacskó chipset a szekrényből. Nem szeretik a gyümölcsöt, a banánt, az almát vagy a kivit. David teljes állásban dolgozik, Angela pedig Tyrát ápolja. Tyra csípő diszpláziával született. Egyik csípője sem illeszkedik az ízületi gödörbe, mert ki sem alakultak, amíg várandós voltam vele. Az évek során a folyamatos kórházba járás miatt kaotikus és egészségtelen életmódjuk alakult ki. Ma szerintem rendelünk valamit. Egyszerűen nem érek rá főzni. Ez a tiéd. Köszönöm. Saját magamnál aggódom a diabétesz vagy a szívbetegség miatt. Ezt semmiképpen nem akarom. Angela David miatt is aggódik. Nagyon aggaszt az állapota. 45 éves, és ha így folytatja, akkor korai szívroham is érheti. Kényszerevő vagyok, ez nagy probléma. Ha feszült vagyok, vagy mérges, akkor az ételhez nyúlok. Pár rokonunk megjegyzéseket tett a külsejéről és a súlyáról. Ez nagyon megbántotta. Édesanyám, aki Angliában él, kommenteket írkált a Facebookos fotóim alá. A súlya tényleg megviseli. Régebben 12-14 volt a ruhaméretem, és ezt újra el tudnám érni. Korábban ilyen voltam, és boldoggá tett. Mostanában boldogtalan vagyok. Minden tükröm deréktől felfelé mutat, mert elégedetlen vagyok a külsőmmel. Szerintem igazán pozitív, és alapozhatunk rá, hogy készen állnak változtatni, mert motiváltak. A motiváció rendkívül fontos az elinduláshoz. Így van. Az orvoscsapat elutazik Talemorba, hogy személyesen találkozzanak Angelával és Daviddel. Nagyon jó szakácskönyvek vannak a polcon. Ki a család szakácsa? Angela. Te vagy a szakács? Igen, de a könyveket David vette. Igen, az enyémek, de Angela szokott főzni.
Tehát a legtöbbször te főzöl. Igen, 20 éve együtt vagyunk, és még egy vacsorát sem csinált nekem. Értem, ezt arányosabban kell elosztanunk. Szerintetek megfelelően táplálkoztok? Nem, de ez a rutinunk alakult ki. Szerdánként akciós a sült hal, és pénteken vagy szombaton kínait vagy indiait rendelünk. Ezt szoktuk meg igazából. David, mennyire vagytok aktívak? A gyerekek sportolnak, de mi nem igazán. Egyáltalán nem? Néha sétálunk. És mennyit? Csak a ház körül. Igen. A hétnapos egészségügyi felmérés során a család minden mozdulatát elemzik, és többféle vizsgálatot is elvégeznek. Ezzel kiderül az igazság az egészségükről. Először is az orvosi csapat tetőtől talpig megvizsgálja őket. Vegyél mély levegőt. Nyisd nagyra a szád. Dr. Sinéad Byrne már is aggódik David miatt. Még csak 44 éves, viszonylag fiatal, de sokkal öregebbnek néz ki. Ez javarészt a túlsúly miatt van, ami rengeteg betegséghez vezethet a jövőben. Nagy levegőbe, ne engedje még ki. Nina Burns doktor megvizsgálja Angela melleit. Ez így fáj? Igen, elég puha. A mellei elég puhák, és csomókat is találtam. Nagyon aggasztó jelet nem találtam, de Angela szerint régóta fájnak. Ezt ki kell vizsgálnunk. A család étkezési szokásainak megismeréséhez az orvosok megfigyelik mindennapjaikat. Dr. Nina Burns Talemorba megy, hogy először a reggelit felügyelje. Tájra, nem eszed meg a műzlidet? Nem vagyok éhes. Nem vagy éhes? A 19 éves Anthony magának csomagolja az ebédet. Minden nap ezt viszed magaddal? Igen. Édes szájú vagy? Sajnos igen. Sajnos? Akkor ezen szeretnél változtatni? Igen. A fiúkat korán reggel elviszik az iskolába, és Tyra eszik valami mást. Ez a paradicsomleves nem ideális, sok benne a cukor, nem túl tápláló, és egy kis változtatás például sült bab is több fehérjét tartalmazna. Még az is egészségesebb lenne. Miután elviszi Tyrát az iskolába, Angelának újra kocsiba kell ülnie. Sokat ülsz az autóban? Igen, tegnap különösen, mert el kellett vinnem Tyrát Kremlinba a rendelésre. Útközben a kocsiban eszel? Igen. Értem. Tegnap egy sonkás káposztás zsömlét ettem, utána még egy vastag szendvicset. Értem. Azután ettem még egy zacskó chipset is. Ezek a kórházi menetek mindig órákig tartanak. Ma reggel Angela étteremben reggelizik. Köszönöm. Jó étvágyat hozzá. Azt mondja, csak hetente egyszer eszik én reggelét, de ebben akkor is sok a kalória, és ha valaki fogyni akar, akkor nem segíti elő. Angela naponta beugrik valahová pogácsáért és lattéért. Ezek is kalóriadús ételek. Másnap Dr. Nina Burns Davidet kíséri el a munkába. Megmérhetem a pulzusodat, amíg az asztalnál ülsz. Persze. Maradj úgy, ahogy vagy. David főleg ülő munkát végez, de néha a raktárban mozognia is kell. Dr. Nina Burns megméri a pulzusát, hogy David hogyan reagál a kis terhelésre. Szerintem nem olyan fit, mint amilyennek lennie kellene. Épp, hogy felsétált a lépcsőn, és a pulzusa nagyon megugrott. Ma David csak szendvicset eszik. David, ma most eszel először, vagy reggeliztél már? Nem, most eszem először. Általában vacsora körül eszem többet. Akkor általában nem reggelizel. Látom, vettél egy csokit, és minden nap veszel ebédhez? Nem, nem mindig. Tehát nem eszel mást a szendvicshez? Nem. Nem hiszem, hogy a látottak a teljes képet mutatnák. Most keveset evett, úgyhogy kíváncsi vagyok, otthon mit eszik. A hízáshoz sok kalóriára van szükség, de ma nem ezt láttam. Nem etted meg az ebédedet? Nem voltam éhes. De miért? Bocsánat.
Angela és a gyerekek hazaértek az iskolából. Akkor megeszed most? Angela otthon főz. A szószt te csináltad? Igen, de két adagot főzök, mert Tyra és Nathan nem szeretik. Tehát ez két külön adag. Igen, külön főztem. Miért? Nem szeretik a zöldségeket. Van olyan zöldség, amit szeretsz? Mikor kóstoltad utoljára? Nagyon rég. A gyerekek maguktól az édes ételeket választják, és ha hagyják, akkor meg sem kóstolnak mást. Hadd kóstolják meg a zöldséget nyersen és főzten is. Meg kell velük kóstoltatni, nem szabad csak úgy rájuk hagyni, hogy nem, nem szeretem. 6 óra felé David hazaér a munkából, de kihagyja a vacsorát, és elviszi Nathant a karate órájára. Nathan nagyon aktív, hetente több edzése van. David, a ma együtt töltött idő alatt nem voltál túl aktív, de nem is ettél sokat. Ezt most nem értem. Direkt eszel keveset? Igen, mert nem igazán voltam elégedett a munkahelyi orvosi vizsgálat eredményével. A túlsúly szót láttam meg rajta elsőre. Ez nem tetszik, és motivált, hogy változtassak. Így már értem, tehát ma tudatos erőfeszítést tettél. Egy hónapja nem ezt láttam volna. Nem. A malátottakat nem értettem, mert alig evett. Ezek szerint az elmúlt hónapban már változtatott, de sajnos csak a bevitt kalóriákat csökkentette. Attól még nem eszik egészségesen, ebben segítségre szorul. Az orvosok több vizsgálatra is beutalták Angelát és Davidet. Aggódom David miatt. Szerintem a hasi ultrahang máj problémát fog mutatni. A nem alkohol okozta májzsírosodást nagyon gyakori állapot. Gyakran a májbetegség kezdeti fázisa, de ha az alany nem változtat a szokásain, akkor májzsugorhoz vezethet. A májszövete elhegesedik a folyamatos nyomástól. Májátültetés nélkül ez halálos is lehet. A folytatásban a Briggs családot próbára teszik, és David megdöbbentő eredményeket hall a konzultációs szobában. Aggódom. Nem hittem volna, hogy ennyire rossz a helyzet. A Tullamore-ban lakó Briggs család aggódik az egészsége miatt. Dr. Nina Burns felügyelte a mindennapjaikat, és egy hét elteltével egyre inkább fény derült a család rossz szokásaira. Ez rengeteg édesség. Így jut mindenkinek. Mindenkinek van kedvence? Igen. Ez hány napra elég? Egy-két napra, legfeljebb pár nap alatt elfogy. Tehát egy hétig nem tartanak ki, maximum 2-3 napig. Talán 4 napra elegendő csokoládé. Mi a kedvenc nasid? A chipset jobban szeretem a csokinál. Értem. De nem látom a chipset, hol tartjátok? Ott lent. Elárultad magad, Tyra, ez rengeteg édesség, ugye? Szeretjük a chipset, ugye, Nathan? Nagyon megdöbbentett, hogy ennyi csokoládé csak 4 napra elég. Még egy hétig sem tartanak ki. Ezen az estén a család ételt rendel. Szerdánként sült halat rendelnek, és hétvégén is rendelnek ételt. Emellé társul az édesség és a nassolás az autóban. Ezek után aggódom az egész család labor eredménye miatt. Az egyhetes megfigyelésnek lassan vége. Nayel Moyna professzor behívja a családot laborjába. Először a magasságuk és testtömegük alapján kiszámítják BMI értéküket. Jézusom, milyen magas vagy? 188 cm. Angela és David csontsűrűségmérésen esnek át, hogy a testzsírjuk és az egyéb szövetek arányát megállapítsák. A terheléses teszt az állóképességet és a szívállapotát mutatja. Elindítom! Ezt a tesztet a 19 éves Anthony és a 13 éves Nathan is várja. A fiúk versenyre kelnek a futószalagon. Egy kicsit növeljük a sebességet.
Ügyes vagy, Nathan? Bal, jobb, bal, jobb, fel a lejtőn. Ez az, Anthony, jól csinálod. Csináld végig, ez az. Oké, rendben. Szoros volt, de Nathan legyőzte a bátyját. Mikor futottál ilyen keményen utoljára? Már megvan egy pár hónapja. Ezt vártam. A két fiú nagyon jól teljesített. Ügyes voltál. Köszönöm. Nagy erőfeszítést tettek. Kezdj el sétálni. De vajon Angela és David utolérik a fiúkat? Nem várok sokat. Régóta nem sportolnak. A puding próbája az evés. Ez az, növekszik a pulzusod. Így jó lesz? Hegymenet? Az oxigén felvételed is. Jobb, bal, jobb, bal. Gyerünk, fel a lejtőn. Ez az, Angela. Adj bele mindent. Csináld végig. Ez az. Azt hittem, hogy elájulok. Azt hittem, hogy sokkal rosszabbul fog menni. A csutora miatt hány ingerem volt, de büszke vagyok magamra, hogy eddig bírtam. Tyra a csípője ellenére is részt akar venni a teszten. Gyerünk, tapsoljuk meg! A testmozgás hatalmas előnyt nyújthat minden gyermeknek. Fontos, hogy egészséges testtömegük legyen. Ha nem, akkor rengeteg krónikus betegség kockázata megnövekszik, már nagyon korán. Például a kettes típusú diabéteszé. Büszkék vagyunk rád, nagyon-nagyon jól csináltad. Megvannak a szükséges információk, a családot bekéretik a konzultációs szobába. Az egyhétnyi vizsgálatok és megfigyelés alapján kiderül az igazság a család állapotáról. Ezt lehet, hogy nehéz lesz hallani. Meg fognak döbbenni néhány eredményen, különösen a gyerekek. Dr. Nina Burns Angelával kezd. A vizsgálat során panaszkodtál, hogy a melleid nagyon puhák és fájnak. A tapintásos vizsgálat után, mivel több hónapja tartanak a fájdalmaid, és kisebb csomók is vannak, beutallak egy mammográfiai vizsgálatra, és azután nagyon sok mindent meg fogunk majd tudni. Oké. Moyna professzornál ott vannak az eredmények. Angela, veled kezdeném. Jelenleg 106 kg vagy, és a testzsírod aránya 42%. A BMI értéked 36, ami kettes kategóriájú elhízást jelent. Igen. David, a te testtömeged 94 kg, amelynek 32%-a zsír. Az életkorod alapján 15%-nak kellene lennie, és a BMI értéked alapján te is kettes kategóriájú elhízásban szenvedsz. Nayel Moyna az állóképességteszt eredményeit ismerteti. Angela, veled kezdeném. Az eredményed alapján a korosztályod alsó 5%-ába tartozol. David, te pedig a korosztályod legalsó 1%-ába. Ez már a fizikai gyengeség határát súrolja. Ez nagyon megdöbbentő. Nem gondoltam volna, hogy ennyire rossz. Dr. Sinéad Byrne David labor eredményeit tárja elénk. Megmértük a rossz koleszterin szintedet, ami nem más, mint az LDL, ami gyakran érelmeszesedéshez vezet. Magas az LDL szinted, és ez később szívrohamhoz is vezethet. A jó koleszterined, a HDL szintje pedig nagyon alacsony. Ez az összkép nagy veszélyt jelenthet számodra. Nina Burns doktor a hasi ultrahang eredményeit mondja el. A májad el van zsírosodva. Ez még nem a hepatitis szintje, de a májad enyhén megnagyobbodott. Ezen kívül
A hasnyálmirigyed is duzzadt és elzsírosodott. Az életmódod sajnos nem a legjobb. A trigliceridek magas szintje és az elzsírosodás hasnyálmirigy gyulladáshoz vezethetnek. Ez nagyon komoly kárt okozhat. A hasnyálmirigy megduzzad és megtámadja saját magát. Ez nagyon kritikus betegség lehet. Muszáj változtatnunk az életmódodon. A máj elzsírosodása még visszafordítható, de nagyon fontos, hogy azonnal változtassunk. Dr. Nina Burns Angela labor eredményeit is ismerteti. A te koleszterin szinted is magas. A rossz koleszterin magasabb, ami növeli az érelmeszesedés kockázatát. Más értékeid is abnormálisak. A D-vitamin szintje rendkívül alacsony, ami a csontok egészségét segíti elő. Ezt korrigálnunk kell. Értem. A vas és a folsav is alacsony. A folsav könnyen pótolható, megfelelő étrenddel. A labor eredmények tényleg tükrözik a táplálkozásotokat. Ez szörnyű. De még nincs vége. Angela, Nathantől is vettünk vért, hogy megnézzük az eredményeit. Sajnos az ő koleszterin szintje is nagyon magas. Egy fizikailag aktív kisfiúról beszélünk, tehát ez egyenesen borzasztó. Látszik az étrendjén. Ha most koleszterin problémái vannak, akkor mi lesz 10 év múlva? Az ő D-vitamin szintje is nagyon alacsony. A vasértékei is nagyon alacsonyak, ami megint csak az étrendre vezethető vissza. Tyrától nem vettünk vért, de az ő esetében is hasonló eredményekre következhetnék, mert ugyanazt teszi. A csípői miatt pedig nem tud túl sok testmozgást végezni, ami megint csak ront a helyzeten. Végül a gyerekek is bejönnek a konzultációs szobába. Anthony és Nathan álló képessége kiváló, ezért Daniel a táplálkozásra akarja fordítani a legnagyobb figyelmet. El kell hagynunk a szénsavas üdítőt, a kekszeket és az ételrendeléseket. Az összes komfortételt egészséges nassokra, gyümölcsre és zöldségre kell cserélnünk. David, tudom, hogy nem szeretsz főzni, de a változásért minden családtagnak felelősséget kell vállalnia. Tehát ez rád is vonatkozik. Nagyon megdöbbentem az eredmények miatt. Tudtam, hogy nem vagyok fit, de hogy ennyire rossz legyen. A kivetítőt látva fogtam fel, hogy családként közösen kell változtatnunk. Davidnek és Angelának le kell adnia a súlyuk 5-10%-át, hogy csökkenjen a kettes típusú diabétesz és egyéb krónikus betegségek kockázata. Edzéstervet kell követniük a szív- és érrendszer megóvása érdekében. A koleszterin szint javítására az egész családnak egészségesen kell étkeznie. A folytatásban Angela belemerül az új életmódba. Teljesen kifáradtam. David motivációja meginog. Nincs több kifogás. Mostantól neked kell irányítanod. A Briggs család helytelen életmódot élt, sok gyors ételt fogyasztott. Az orvosi csapat megdöbbentő híreket közölt velük. David, a kondíciót feszegeti a fizikai elgyengülés határát. Nem hittem, hogy ennyire rossz. A család most 8 hetet kap a változtatásra. Tullamoreban a család elkezdi alacsony szénhidrát és cukortartalmú étrendjét. Mindent meg fogok enni.
de nem mindenki ennyire fogékony. Pár dolgon módosíthatnánk. De így kell, ahogy van. Nem szeretem a tonhalat, azt cseréljük másra. Igen, de lazacot is enned kell. Az új étrend megkezdése előtt kidobják a régi, csábító ételeket. Az after eight, azt hittem az üres. Na, mutasd. El a kezekkel, még lehet benne egy-két darab. Három darab van még. Akkor nem is üres. Bocsi, azt hittem, hogy elfogyott. A Briggs család személyre szabott edzéstervet kapott, de maguktól is mozogni akarnak. Vettek egy kis kutyát. A kutyusra is figyelnünk kell. Elviszük sétálni. Angela zöldségeket akar etetni a gyerekekkel. Ami anyaként igazán aggaszt, hogy Nathan koleszterin szintje magas. Anyaként mindentől meg akarom védeni a gyerekeket. Ebben a levesben van hagyma, paprika, répa és cukkini is. A második héten Angela elmegy az edzőterembe. Vagy 20 éve nem sportoltam, ezért elég ideges vagyok. Az első edzéstől tart egy kicsit. Mások olyan jó kondiban vannak, olyan könnyen megy nekik. Őket látva megkérdeztem magamtól, hogy eljuthatok-e erre a szintre. Remélem, hogy igen. Emeld a térded. Nyújtózz, ez az. Szabályozd a mozdulatot. Ez már kettő. Egyenesen? Igen, mint én. Fel és le. Rendben, feküdj le a padra. Jó voltál? Teljesen kifulladtam. Teljesen? Pedig ez csak a bemelegítés volt. Ez az. Kezdek nagyon elfáradni. Gugolj. Remekül csinálod. Az orrodon át lélegezz. Ez az, remek. Igen, érzem már. Az a lényeg. Eddig három. Csinálj meg hatot. Ez az. Tényleg ki vagyok. A hátam nagyon fáj. Remekül csináltad. A harmadik héten Angela tovább folytatja az edzést, ám David látszólag még el sem kezdte. Sajnos a munkahelyi sétálni és cipekedésen kívül még nem tudtam neki fogni edzeni. De rögtön elkezdem, amint lesz időm, és egy kicsit nyugodtabbak lesznek a dolgok. Nem szeretném tovább halogatni. Amikor fülébe jut, hogy David nem küzd eléggé, Niall Moynihan rögtön akcióba lendül. Nem sűrűn lesz ilyen alkalom. Rajta múlik, hogy megragadja-e vagy sem. Ha nem, az neki lesz nagy veszteség. Hogy vagy, David? Micsoda meglepetés. Meglep, hogy engem látsz. Igen. Hogy vagy? Nem túl rosszul. Értem. Mi nem olyan rossz? Csinálgatom a programot. Többször is lejárhatnék úszni. Sajnos még nem volt időm. Ezt szomorúan hallom. Elbújhatsz és keresheted a kifogásokat, de itt az egészségedről van szó. Igen, csinálnom kellene. De erről három hete beszéltünk, és nem úgy tűnik, hogy valami változott volna. Jó. Akkor most nézzünk egy példát a több mozgásra. Gyalog megyünk haza. Lehet, csalódni fogsz. El kell kezdened kis lépésekkel. 15-20 perc séta után felfrissülve fogsz belépni az ajtón. Mentálisan és fizikailag is. Három hete kezdtünk, nincs több kifogás. Magadhoz kell ragadnod az irányítást. A leggyakoribb kifogás az edzés elhanyagolására az idő hiánya. De ha nincs időd a saját egészségedre, akkor később komoly kérdéseket kell feltenned magadban. David most éppen ezen esik át. Rendben, keményebb leszek, és tényleg megcsinálom. Különösen a gyerekek miatt, ők a legfontosabbak. Muszáj lesz többet tennem. A negyedik héten dr. Nina Burns ajánlására Angela mammográfiai vizsgálaton vesz részt.
Nagyon ideges vagyok, korábban még nem voltam ilyenen. De remélem, hogy jók lesznek az eredmények, és nincs miért aggódni. Aggasztó, hogy Angelának különféle fájdalmai vannak. A mellei már régóta puhák, mivel már a 40-es éveiben jár. Szerintem érdemes megnézetnie mammográfiával is. A röntgensugár áthalad a mellszövetén. A képen valamilyen aszimmetriát vagy eltérést keresünk, ami daganatra vagy lézióra utalna. A vizsgálat végeztével Barry doktor behívja Angelát. A jó hír, hogy a vizsgálat nem mutatott rákra utaló jelet egyik mellben sem. Tehát a kellemetlen fájdalom forrása nem a mellrák. Nagyon örülök, hogy negatív eredményt kaptam. Nagyon aggódtam ma reggel, mindenfélére gondoltam. Nagyon szépen köszönöm. Talemorban az 5. héten járunk. Már 2 hete Niall Moyna intervenciójának köszönhetően úgy tűnik, David végre vette a lapot. Fiatalon jobban ment. David mozgásba lendült. Lassan fogyok, a jó irányba haladok. Nem nassolok, gyalogjárok dolgozni, és úszom is. És elkezdtem élvezni. Egy héttel később Anthony váratlanul megbetegszik. Nagyon szorított és fájt a mellkasom. Mintha valaki megütött volna. Azt hittem, hogy pánikrohama van. Mondtam, hogy nyugodjon meg, vegye mély levegőt, de nem ment neki. Egyre jobban fájlalta a mellkasát, és végül a karját is. Nagyon aggódtam, úgyhogy bevittem a sürgősségire. Anthonynak összeomlott a tüdeje. Elsődleges spontán légmellnek hívják. Azért hívják így, mert nem volt semmi megelőző fertőzés vagy ilyesmi. Egyszerűen éjszaka megtörtént. Pihenés után Anthony tüdeje felépült, és visszatérhetett a tanuláshoz. Nagyon sok stressz ér mostanában, és nagyon nehéznek érzem betartani a programot. Leestem a lóról. Daniel Davy táplálkozási szakértő felhívja Angelát, hogy biztosítsa támogatásáról. A légmell után ételt rendeltünk, akkor nagyon rosszul éreztem magam. Ne legyen bűntudatod, vagy ne érezd azt, hogy mindenki siklott. Ha rossz érzéseid vannak, akkor hajlamosabb leszel ételt rendelni, vagy kihagyni egy sétát. És úgy érzed majd, hogy nem éri meg az egész. De egyáltalán nem így van. Próbáld meg irányítani, amit kontrollálhatsz. Köszönöm szépen, majd beszélünk. Oké, szia! Nagyon nehéz. De a jövőre kell gondolnom. A saját egészségemre. A gyerekekére. És hogy mit akarok. A folytatásban a család próbálja bepótolni a kiesett időt. Megszületnek az eredmények. Vajon jó híreket kap a Briggs család, amikor visszatérnek a konzultációs szobába? A Briggs család tenni akar az egészségéért. Anthony légmelle után Angelának nehezére esik heti 7 napon át főzni. Daniel Talemorba érkezik, hogy segítsen megoldást találni. Ma nem te főzöl. Remek! David, ma este te fogsz főzni. Micsoda meglepetés. David 20 év óta először fog főzni Angelának. Zöldséges thai csirke lesz a menü. Jó illata van. Kevesebb körit tegyél bele. Ennyi nekem is elég lesz. Oké, te vagy a főnök. Semmi baj a főző tudásával, csak neki kell fognia. El kell határoznia, hogy többször főz. Itt az ideje megteríteni. David adagjai elég nagyok. Kevesebb rizst szedjünk.
A zöldség legyen a legtöbb, és utána a csirke. Utána a szénhidrát legyen a legkevesebb. Az sem baj, ha kisebb tányérokat használtok. Daniel jó véleménnyel van, de vajon David főztje a családnak is ízlik? Nagyon finom, ügyes vagy. Tyra? Tyrának is ízlik. Finom a szósz. Köszönöm, drágám. Már csak kevesebb, mint 2 hét van hátra. Nyilvánvaló, hogy Angela megtalálta a számítását az edzőteremben. Imádok ide járni. Korábban nem gondoltam volna, hogy ezt fogom mondani. A család többi tagja is követi a tanácsot, hogy segítsen a konyhában. Tyra, mit főzünk? Bolognai spagettit főzünk. Még a kutya is mozog. A Briggs család belead mindent. De Nina Burns doktornak van még egy kihívása Angela és David számára. Bekapcsolom ezt a kis kamerát, ez pedig a lencse. Mindent venni fogok. Te csak tartsd jó irányba. A csábítás próbája. Maisie elmész a családhoz, és elmondod, hogy nyílik egy új kínai étterem a városban. Teszel nekik egy fantasztikus ajánlatot. 12 euróért vehetnek 2 előételt, 2 főételt és 1 italt. Próbáld meg rávenni őket. A család régen nagyon szeretett ételt rendelni. Remélem, most ellenállnak. Na, lássuk. Rejtett kamera segítségével dr. Nina Burns ki akarja deríteni, hogy Briggsék ellenállnak-e egy ételrendelésnek. Ha sikerül, akkor remélhetőleg valós a változás. A csábítás próba kezdetén Angela váratlanul távozik. Elnézést, zavarhatnék 2 percre. Miről van szó? Új kínai étterem nyílik a városban. Nem érdekel, köszönöm. Egy tévéműsorban szerepelünk, és már hónapok óta nem rendeltünk semmit. Biztos, csak 1 hétig érvényes az ajánlat. Egy tévéműsorban szerepelünk, szóval nem rendelhetünk semmit. Értem, köszönöm szépen, nem akartam zavarni. Meg sem hallgatta, rögtön nemet mondott. Ügyes vagy, Angela. Angela kiállta a próbát. Vajon David is kibírja? Zavarhatnék 1 percre. Csak 1 percre. Gyorsan elmondom, nyílik egy új kínai étterem a városban. Itt az étlap, családi és páros kedvezmény is van. Sajnos nem rendelhetünk ételt, a feleségem szerintem elmondta. Fantasztikus. Akkor nem rendelhettek. Nem, szigorú diétán vagyunk. Oscar pedig nagyon jó a kedvezmény. Tudom, szeretem is a kínait. Igen, én is. Hamarosan vége a forgatásnak. Nézzétek meg mindenképpen. Persze. Na, ez egy kicsit aggasztó volt. Rendben, nagyon szépen köszönöm, kellemes napot kívánok! Maguknak is! Dr. Nina Burns színre lép. Szia, David, hogy vagy? Micsoda meglepetés! Tudom, hogy eljött valaki kínai kaját reklámozni. Örülök, hogy elutasítottad, mert ez volt a csábítás próbája. Angela, és te is nemet mondtál, ami remek. De az aggaszt, hogy azt mondtad, hogy a forgatás után benéztek oda. David, ez a változtatás nem csak ezen a 8 héten át tart, ez egy életre szól. Csak le akartam rázni. Kiálltátok a próbát. A 8 hét hamarosan lejár, a családnak vissza kell mennie Niall Moyna professzor laborjába. Újra vért vesznek tőlük. Angelát és Davidet lemérik, és csipesszel megnézik a testzsírjukat. 37,4. David és Angela adlót fogtak. Innen már csak felfelé van út. Ha bármilyen erőfeszítést tettek, akkor javulást kell látnunk az erőnlétük terén, és a súlyuknak is csökkennie kell. Itt az ideje, hogy Angela újra megcsinálja a terheléses tesztet. Hagyj bele mindent, csináld végig az 1 percet. Ez az, Angela, nagyon jó. Nagyszerűen csinálja, engedd el Angela. 20 másodpercre, engedd el. Abba akarod hagyni? Állítsuk meg a tesztet, rendben. Hogy érzed magad a legutóbbihoz képest? Szerintem most jobban ment. Oké, David. David következik.
Ez az. A tesztekben az a jó, hogy nem hazudnak. Kiderül, hogy David oda tette-e magát. Pulzus 142, sebesség 6, fokozat 6. Tempózakaroddal. Ez az, David. Fel a lejtőn. Jó, csináld végig az egy percet. Ez az, csináld végig. Harapja csutorára, gyerünk! Mennyi a pulzusa? Fogd meg a korlátot, ha be akarod fejezni. Már csak rajtad múlik. Ez az, jól csinálod. Sétálj még lassan. Hogy vagy? Kifulladtam. Az adatok alapján beleadtak mindent. Ennél többet nem is kérhetünk. A 8 hét letelt. Vajon Brixék eleget tettek az egészségükért? A család visszatér a konzultációs szobába. Aggódom Angela miatt. Tudom, hogy beleadott mindent. Ha ő elégedett lesz, akkor én is. Nagyon aggódom. Még jobban is, mint 8 héttel ezelőtt. Davidnek és Angelának 5-10%-ot kellett fogynia, hogy csökkenjen a kettes típusú diabétesz és más krónikus betegségek kockázata. Az edzésterv követése megóvja a szív- és érrendszerüket. Az egész családnak új étrendet kellett betartania, és elhagyni a gyorsételt, hogy csökkentsék a koleszterin szintjüket. Niall Moyna először Angela eredményeit ismerteti. Az elején 106 kg voltál. És a jó hír, hogy 6 kg-ot le is fogytál. Remek. A BMI értéked is 36,25-ről 34,7-re csökkent. A kettes kategóriájú elhízás első kategóriára csökkent. Tudom, hogy egyik kategóriát sem akarod, de az a fontos, hogy jó irányba tartasz. Igen. Az elhízás bármilyen csökkenése pozitív irányú változás, és drasztikusan csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, a kettes típusú diabétesz, a stroke és az alvási apnea veszélyét. Büszke lehetsz magadra. Köszönöm. Jól csináltad. Az edzőteremben töltött időd 7%-kal növelte az állóképességedet. Az jó. Ez jelentős növekedés ahhoz képest, hogy honnan indultál. Angela, a jó koleszterined szintje nőtt, és a rosszé csökkent. Fontos, hogy a koleszterin és a súlya csökkenése, valamint a sport mind jó irányú változás. David, 8 hete próbáltuk demonstrálni, hogy a tested veszélyben van. Egészen a közelmúltig nem tudtuk, hogy megértetted-e az üzenetet. De a labor eredményeid javulást mutatnak. A koleszterin szinted jobb. A triglicerid szintet csökkent, ami a véred zsír szintjét mutatja. Ez 25%-kal csökkent, ami nagy fejlődés. Ez nagyon jó. A koleszterined megfelelő módon csökkent. Ez nagy eredmény. David, az elején nehezen vetted rá magad a sportra. Tudom, hogy kemény voltam veled. A nagy kérdés az, hogy megérte. Az állóképességed 50%-kal javult, és 5 kg-ot fogytál is. Ez remek hír. A képernyőn látszik, hogy a BMI értéked 35-ről 33-ra csökkent. Gratulálok. Örülsz neki? Igen, örülök, hogy fogytam. A súlycsökkenés jó hír, de még mindig van hová fejlődni. A fiúk már 8 hete is fittek voltak, ezért nem tesztelték őket újra, de Sinéad Byrne doktornőnek fontos mondani valója van Anthony számára. Anthony, spontán légmellet kaptál. Ez egy ritka betegség, de megesik a hozzád hasonló fiúknál. Lehet, hogy újra bekövetkezik, de azt akarom mondani, hogy ne hagyd, hogy bármiben is visszatartson.
Angela és David. Tudom, hogy kaotikus az élet, és elfoglaltak vagytok. De továbbra is tartanotok kell az étrendet. Megtettétek az első lépést. Az egészség az egyensúlyon múlik. Ha eleget mozogtok, akkor nem baj, ha néha nassoltok, vagy rendeltek valamit. Köszönjük szépen. Jól csináltátok. Gratulálok. Ügyesek voltatok. Olyan izgatott vagyok. Jó úton haladunk. Már csak be kell tartanunk. Brixék a tanácsok alapján közös programokat szerveznek maguknak. A vérképük és az állóképességük javult. Fogytak is valamennyit. Összességében a család nagy előrelépéseket tett, és ezt ők is érzik. A magyar változat a BTI stúdióban készült.